Na sziasztok srácok, ez itt a Game Wave, és elérkeztünk a Survival sorozatunk negyedik részéhez. Az előző rész az nagyon tartalmas és izgalmas volt, hogyha még nem láttatok egyébként a sorozatnak az eddigi részeit, akkor nézzétek meg. És egyébként ott építettük ezt a vasfarmot is, ami most itt mögöttünk látható. Nem egy nagy koncepció, viszont elméletileg csomó vasat kéne termeljen. Úgyhogy most gyorsan meg is nézem, hogy mennyit termelt. Igazából nem nagyon voltunk belépve a játékba azóta, hogy az előző videóban kiköszöntünk, úgyhogy nem számítunk sokra, de egyébként másfél stack azért az nem rossz. Szerintem kb. Tényleg ilyen, úgy képzeljétek el, hogy szerintem maximum 10 percet voltunk belépve azóta, hogy megépült az egész, úgyhogy szerintem ez jónak számít. És mára, Darius, szerintem mondd el most te, hogy mik a terveink. Nos, srácok, itt vagyok. Nos, srácok, azok a terveink mára, hogy ugye az előző videó végén említettem, hogy akarunk mindenképpen a Netherbe egy ilyen biztonságosabb útvonalat a Blaze farmokhoz, illetve ahhoz a szép, hát ilyen öblös, kilátós részhez, vagy nem is tudom, az ilyen, mint egy öböl igazából. Szóval oda szeretnénk valami biztonságosabb utat, nem az lesz a végleges, nem üvegből lesz, meg mit tudom én, csak azért nézzen ki valahogy. Ez lesz az egyik, a másik pedig szeretnénk egy mob farmot építeni, mert szükségünk lesz előbb-utóbb például puskaporra is, mert hogyha akarunk elitrával repkedni, meg csomó olyan anyag van, amire szükségünk van, például a pókszem is, látjátok, hogy mennyit kellett keresgéljük az előző részben, vagyis ti nem láttátok, mert körülbelül benni kivágott 2 órányi pókszem keresést. Ennyi a túlzásokkal, de ezek szerintem a tervek mára, illetve lehet, hogy befejezi Benny még a házat is, de azt nem hiszem, hogy ebben a részben fog megtörténni, de kezdjük is el, menjünk a Netherbe és építkezzünk. Na srácok, nagyon hosszasan felkészültünk arra, hogy most átmenjünk a Netherbe és elkezdjük megépíteni azt az utat. Igazából valószínűleg most az első menettel csak kiváljuk magát a helyét, úgyhogy nem is hoztunk annyi nyersanyagot. És még a szerintem pontos... rájöttem, hogy ez rengeteg idő lesz, és szerintem ez fog ma megtörténni egyedül. Hát nagyjából. Mert a farmot is jó lenne megépíteni, a mob farmot, szóval először is váljunk egy lyukat, és biztonságosá tesszük. Ez lesz az első stádium. Nem arra megyünk, Benny, hanem arra megyünk. Na most az a baj, hogy itt láva van emelő. Hogy... Ott bizony. Hogy ennyire. Jó, ezzel nem tudott jönni. Portalon nem folyik át a láva? És ezt hogy fogod betenni? De... Elmondod nekem is? Na igen. Menjél. Vigyázz, mert itt egy uraság. Átment a portalon egy úr. Igen, na, én is átjöttem. Mit akarsz csinálni? Betömni ezt a helyet itt. Sikerült. Hát tudod átadni nekem a tizet, amúgy nem volt ilyen régebben? Te is, hogyha a zombi megütött, akkor is. Először... Várjál. Először nézzük meg, hogy hova kell eljutni. Ugye ez vissza! Megyed neki, ahova menni kell? Repülök, Benny. Oda mész? Megyek, a úton vagyok. Már én nem találok oda, nem tudom, hogy kell oda menni. Jó, jövök, segítek, terje. Itt vagyok a Bastion Remnantnál, nem itt kell lennem? De... Igazából szerintem egészen nyugodtan elássatunk idáig. Menj vissza most a portálhoz akkor. Már és úgy eljöttem. Lőjük össze a koordinátát. De nekem... Jó, visszamegyek. Ha elástam, sokáig, és itt a vége a falnak. Itt építsek? Mi is csinálják? Építsek hidat? Aja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 j
üti vissza? Ha shiftelsz, nem üti vissza ezt a szart? Mit? A... Nem üti vissza a kardom a... izét. Nem üti vissza! Az nekem is szokott lenni néha. De nekem 7-ből egyet nem ütött vissza. Na, közben egy kis... kis update, hogy mit csinálunk. Én itt megküzdöttem a... kis magma kockákkal, Darius pedig láttátok, ahogy szenved szegény szellemmel. És... Azt írjátok már lekommandba, hogy miért nem üti vissza, vagy nem tudom, mert hogy nem tudom, gondolom, na, igen. Az, én még nem láttam, hogy ott mi történt, de az furcsa lehet, hogyha nem üti vissza. És most ott tartunk, hogy Darius ott épít valahol a kis glowstone-nak a másik végén,
és mindjárt eltér ide, csak felment vissza Cobblestone-ér még. Úgyhogy mindjárt visszajön, összekötjük itt az utunkat, és akkor még arra fel el kell menjünk. És... Már rég építek amúgy. Jó, akkor már épít, csak most pont nem látlak. És itt most még egy csomót kell mennünk arra fele egyenesen, és utána elkanyarodunk jobbra, és akkor ott leszünk a nagy teremnél, amit ugye keresünk végül is, oda szeretnénk menni, és akkor remélhetőleg halál nélkül meg lesz az utunk, de azért ezt kopogjuk le szerintem. De nagyjából ennyi egyelőre. Szerintem innentől most induljon egy timelapse, és akkor most már azt látjátok, hogy megépül az út. Ha esetleg valaki meghal, például úgy, mint én itt az előbb majdnem leshifteltem véletlenül, akkor jelentkezünk, de hogyha nem történik semmi, akkor remélhetőleg egy nyugis kis timelapse lesz. Na srácok, én hazajöttem, mert egyébként nekem közül mennem kell, és az a helyzet, hogy rájöttünk, hogy azért ez nem kevés idő lesz ezt megcsinálni, szóval szerintem ebben a részben ne dorozunk, és a következő részben fogjuk a... Mit is csinálni? A farmot, a háznak a végét, meg szerintem a villagerekkel foglalkozunk majd a következő részben. És most egyébként a mob farm az lehet, hogy nem annyira fontos még. Hát... Meglátjuk majd, hogy mi lesz. Nem tudjuk, meglátjuk, hogy ez a lényeg. Az első etapban ideig jutottunk. Most ebben a részben ne dorozzunk szerintem. Teljes mértékben. Úgyhogy következőnek, hogyha visszajöttünk, akkor majd még azt látjátok, hogy befejezzük először, hogy végigjavítjuk itt az utat Cobblestone-ból, az alját. És aztán pedig szerintem szerzünk üveget. És megcsináljuk a korlátot is, meg a tetejét neki. Aztán pedig, ahol itt beástunk a falba, azt is kidíszítjük valahogy. És most egyelőre 3 blokk magas lesz az egész út, viszont ennek a cobblestone-nak a tetejére majd később, amikor már lesznek könyvtárosaink, és tudunk szerezni szilktácsot, akkor jéggel végig fogjuk rakni az egészet, és biztos tudjátok, de ilyenkor hajóval rettentő gyorsan lehet rajta közlekedni, és akkor ilyen kis fast travel rendszerünk is lesz végül is. Nedőrbe tudjátok, hogy egyébként is hihetetlenül gyorsan lehet utazni. És akkor ott lesz a kis nederelosztónk, és egyébként is innentől a portáltól is, valószínűleg több irányba is fog majd kifelé menni út későbbiekben, és akkor nyilván ezek a farmjainkhoz, meg ilyen mindenféle helyekre fognak vezetni a fenti világban. De most ez szerintem nézzük először azt, ahogy megépítjük a Cobblestone utat. Úgyhogy folytatódjon akkor a timelapse. Igen. Ja. Loading terrain. Bár akkor ott is nem tudom, hogy hol vagyok, tehát hogy... Ez baj? Nálad mit csinálok? Én nem láttak. Nem láttak, de nem úgy. 3709 minusz 2881. Itt vagy, Benny? Megyek. Itt vagy. Nyitogatom az ajtót. Itt meg is ütöttelek. Nem ütöttél meg rohadtul. Hát, na jó, most én is elkezdem ezt felvenni. Állok az ajtóba állok és nyitogatom. Látom, hogy mit csinálsz. De hol vagy? Na, akkor hol vagy? Srácok,
Ezt most már biztos, hogy bevágtam, de most én is megszólalok így felétek, mert most meg én látok szellemeket, hogy itt a Darius, itt van, is, hangen, megy fel a lépcsőt, most leftelt, tehát hogy... Nem lefteltem, itt vagyok, itt rohangálok össze-vissza. De nekem lefteltél. Majd itt úgyis egymás már lesz a két képernyő, vagy tehát hogy látszani mind a kettőnek. Ez tök jó, srácok, ez most két külön szörvával, akkor menjünk, vágjunk fel. Igen, tehát hogy így... De oda sem tudom neked adni a cuccaid, vagy... Nem, most lefteltél már, ugye? Nem, itt vagyok. A ládát azt nem tudod nyitni? De hol rohangálsz? Én nem látlak. De nem tudok blokkot ütni. Meg ládát sem tudok nyitni. Connection lost. Internal exception. Java net socket exception. Connection reset. Visszalépek. Logging in. Encrypting. Loading terrain. Itt vagy. Jó. Megütni nem tudlak. Te se engem. De. Nem. Nálam nem kapod. Na, ahogy látjátok egyébként, elkezdtük összeszedni magunkat így a tragikus halálaink után, úgyhogy most azt beszéltük meg, hogy szerzünk homokot, meg jeget nem tudunk még, mert nincsen sziaktácsunk, de égetünk üveget, és most már csak ott egy kis pici rész van, hogy az erődig eljussunk, úgyhogy azt még megépítjük, és akkor most utána teszünk rá egy szintnyi ilyen kis korlátokat. Megint buglónak a ládák. Ez gond. És... De, aha, igen, buglónak. Jó, na és abban reménykedünk, hogy Dariusnak jó lesz minden és működni fog neki a játék. És akkor utána üvegből megépítjük a folyósónak a falát. The fuck? Aztán valami tetőt is kitalálunk rá szerintem, ugye? Ja. Igen, és... És a kis buret szerintem azt nem most csináljuk meg, hanem helyette jöjjünk vissza ide, és fejezzük be a házat. És akkor legalább az is lesz ebben a részben, és nem csak a nedőben leszünk végig talán, nem? Igen. És egy kicsit sokat voltunk a nedőben, ti nem láttátok egyébként ezt annyira soknak, mert úgyis fel van gyorsítva, meg timelapse az egész, de rettentő sok idő nekünk ezt az utat így építeni. Úgyhogy nem akarjuk mi se az egész részt ezzel tölteni. Főleg, hogy nálatok ez kb. 20 másodperc lenne timelapse formájában. Úgyhogy értelmesebb az, hogyha inkább egy kicsit visszajövünk és a házunkkal is foglalkozunk. Az a baj, hogy kifolytunk az összes nyilvesszőből, azt meg pláne nem most akarok csinálni. Vigyázz! Azzal! Nem baj, legalább helyre estél, ott vannak a... Hát te fele tudja, hogy hol vannak a cuccaid. Az a baj, hogy lövi a gázt az utat, én meg pont abba futok bele, amit lő. Rád. Ez jó. Annyira nem jó. Nem mondjam az őszintét. Megtaláltad, Benny? Annyira szerintem... Meg, látom. Tűzbe estél bele, gyakorlatilag. És mi, széltéktek a cuccok szerinted? Hát a fele. De hogy is? Felszedtem. Hogy? Felszedtem, ez tényleg csak a fele. Na srácok, mint láthatjátok, visszatértünk. Ugyanis, hát mind a ketten meghaltunk összesen háromszor, ami nem valami jó. Szóval inkább hagyjuk most ezt a netherös projektet. Láthatjátok egyébként az útnak szerintem olyan 30%-a megvan. Vagy 25 mondjuk. Viszont hogyha mondjuk diaszettünk lesz, akkor visszamegyünk szerintem. De egyébként ugye volt más terv is mára. Úgyhogy akkor vágjunk bele abba, ami nem más, mint a háznak a, hát ha nem is befejezése, de mindenképpen továbbfejlesztése, mert eléggé elhanyagoltuk szegény házikót. Hát ez itt elég ocsmányul néz ki, úgyhogy ezt most meg fogjuk oldani, és orvosoljuk ezt a problémát, és szépen meggyógyítjuk a beteg házat, úgyhogy jöjjön egy timelapse, vagy nem tudom azt, hogy fogja vágni Benny, de szerintem timelapse, igen. Szerintem timelapse, igen, valószínűleg az lesz. Jöjjön. 3, 2, 1, go!
Na srácok, itt most jó sok timelapse-et láthattatok, viszont hát a negyedik része szerintem elkészültünk az építkezéssel, kicsit belefáradtunk, úgyhogy nem tudjuk teljesen befejezni a házat, ez egy kicsit későbbre marad. Szerintem Benni kezd el bemutatni, vagyis így követlek téged, itt mondjad, hogy mi van, és én meg hozom igen, a kamerát. Na szóval, hogy az történt, hogy ahogy látjátok, itt a lépcsővel egyébként nagyon-nagyon sokat szenvedtem, mert amikor elkezdtük ezt építeni, akkor gyakorlatilag ötletünk sem volt, hogy hogy fog ez kinézni. Úgyhogy tökre csak így, nem tudom, fejből, ami eszünkbe jutott, azokat a blokkokat használtuk, és abból építettük ezt az egészet. Úgyhogy láttátok, hogy itt az elején ilyen kis kelszittel is próbálkoztam ide, aztán a végén ez lett a végeredmény, és valószínűleg mindenhol a lépcső van, ott most már ehhez hasonló dizájnt fogunk használni. És ezek a szobák, amik meg itt vannak, ezek meg teljesen véletlenül kerültek ide, mert amikor én elkezdtem építeni ezt a lépcsőt, akkor nyilvánvalóan ketten nem tudunk egyszerre egy dolgot dizájnolni, mert akkor az egyik fele a lépcsőnek fekete lett volna, a másik meg fehér, és ez úgy elég fura lett volna, hogy az egyiket Darius építi, a másikat meg én. Úgyhogy Darius meg megkérdezte, hogy addig mit csináljon, és végül arra jutottunk, hogy enchantoló szobát kezd el építeni. Aztán ezt eredetileg úgy akartuk, hogy még valamelyik előző részben is mondtam, hogy ide rakunk majd egy ajtót, és itt be lehet jönni. És végül arra jutottunk, hogy nem is lesz itt ajtó, hanem ilyen kis lépcsőbe beépített szoba lesz, és szerintem egyébként tök jól sikerült. Igen, úgyhogy, és egyébként ide írtam egy ilyen kis naplócskát, mint látjátok, ezt fogjuk itt folyamatosan kiegészítgetni, és jó lesz majd így visszalapozni a dolgokat. Mint látjátok, 909 feliratkozónk van, de tegyetek érte, hogy ne csak ennyi legyen, iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és akkor megmutatom ezt a szobát is, amit a Benny épített, ez ilyen, hát ilyen kovács szoba tulajdonképpen, látjátok, itt van ilyen kővágó, vagy mi az Isten ennek a neve, ilyen üllő, meg itt is ez a shroomlight-os díszítés, viszont itt ilyen kőtéglából van a fal, mert megpróbáltuk itt is többféle anyaggal, és ez nézett ki igazából a legjobban. A padlót itt is szépen textúráltan építette Benny, itt van egy ilyen kis kemence, ilyen blast furnace-szel, meg minden. Kívülről itt meg is mutatom, hogy ezzel volt elég sok meló, mert... Ja, ott egy kicsit kinézett a szoba. Hopp, itt egy Enderman. Szóval vékony volt a domb, ezért kilátszott az összes fa itt, és ezért ide raktam, ide láthatjátok, raktam egy ilyen, hopp, ki is ütöttem véletlen egy izét, bokrot. Ide raktam egy ilyen bokorzatot, hogy ne látszódjon annyira, hogy egy ilyen mesterséges lépcső van itt csak rajta a dolgokon. Úgyhogy egyelőre így nézünk ki, megmutatom még itt a további szinteket is. Szóval itt följövünk, ugye ez mint mutattuk, hogy ez meg is van, ez a fél emelet, meg ez a háromnegyed emelet. Ez az első szint, itt lesznek az ilyen szobáink. Itt van még egy ilyen kis kitekintőcske, ilyen kis hát kilátó, vagy nem is tudom, mert azért nevezzük kilátónak, mert nem tudjuk még, hogy mit fogunk ide tenni, ezt egyébként írjátok is le kommentben, és itt van egy ilyen harmadik szint, ahol valószínűleg egy ilyen boszorkány kunyhó cucc lesz, itt is ilyen varázsital főzés, meg ilyesmik lesznek majd, ilyen brewing standek, meg hasonlók, és itt rálátunk majd az egész öblünkre, ott a farmunk, arra fel van valami a vasfarm, egyébként, hogyha nem látom, ezt felraktuk a videó elején a jobb felső sarokba, és így nézünk ki jelenleg, ötödik részben pedig megpróbálunk átállni 1.19-re, és megkeresünk egy új biomot, nem azt a mélyen fekvő Ancient City-t, hanem azt a mangrove erdőt, mert ott nagyon szép piros fajta fa van, amit lehet, hogy még használni is szeretnénk majd így a Minecraft világunkban, úgyhogy megkeressük azt, és utána nem tudjuk még, hogy mit csinálunk, de az a lényeg, hogy egy kicsit ilyen kalandorosabb epizód lesz a következő, jövő vasárnap találkozunk, és akit érdekel az ilyen kalandozgatás, az mindenképpen legyen itt, iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, nyomjátok meg a lájkot, meg a csengőt, hogy lenne maradjatok, vannak még forzás sorozataink is, azt fel is rakom a jobb felső sarokban nektek most. És köszönjük, hogy itt voltatok, srácok, a Survival negyedik részében, várunk titeket az ötödikben. Sziasztok! Sziasztok!